Pokorni Zoltán polgármester vágta fel a születésnapi tortát a Magyar Jakobinusok tere 2-3 szám alatti társasház lakói által szervezett ünnepségen. A társasház 75. születésnapját ünnepelték a ház lakói. Ebből az alkalomból felavatták az épület tervezőjének, Hegedűs Károlynak az emléktábláját. A Magyar Jakobinusok terén 1939-ben felépített társasházat Hegedűs Károly egyedi ötletek alapján tervezte. Szándékosan van egy különálló lift és különálló lépcsőház rész, tehát ezt ő direkt úgy tervezte, hogy ne ilyen tyúkretszerűen vegye körbe a liftet a lépcső, tehát ez például kifejezetten az ő saját döntése volt. Az építész mesterjegyét is ábrázoló emléktáblát Pokorni Zoltán és Hegedűs Károly lánya Hegedűs Piroska leplezték le. De jó tudni, hogy egy ház, ahova belépünk, ami egyébként nagyon végiggondolt, szellős, modernista épület, az nem csak úgy magától van, annak van kitalálója, tervezője, megvalósítója, és helyes, hogyha ezt a házak viselik, az itt élők életét ez gazdagítja. Az emléktábla Hegedűs Piroska és a lakóközösség támogatásával került fel a falra a lakóház előcsarnokában. Székely népmesével is készültek a gyerekek a második hegyvidéki bábfesztiválra. Legutóbb 2012-ben báboztak a kerületi óvodások és kisiskolások a kulturális szalon keretein belül. A gyerekek és pedagógusok érdeklődésének, együttműködésének köszönhetően a rendezvény hagyománnyá válhat. A Normafa óvoda, a Német Völgyi Általános Iskola, az Orbán-hegyi óvoda, a Pannónia Szakra Általános Iskola, valamint a Városmajori Gimnázium és Általános Iskola készültek egy-egy báb előadással. A szakértő zsűri tagjai több szempontot is figyelembe vettek az értékeléskor. Korcsoportok szerint, utána a népmesei elemek, az ének, a zene, hogy jön ki, és utána jött a bábkészítés, a báboknak a külleme, és az összjáték, a színészi játék, dramaturgia. A bábfesztivál fővédnöke Pokorni Zoltán polgármester volt, aki sikeresnek értékelte a rendezvényt, és a bábozás fejlesztő pedagógiai hatásait is kiemelte. A mondott mese, a hallott mese, amit csak jelzésszerűen látunk, illusztrálunk a bábokkal, szemben a túl kész, túl tökéletes filmmel, még a túl jó, túl részletes animációval is, azzal az előnnyel bír, hogy mi egészítjük ki, illetve a gyerek maga egészíti ki. Budapest Hegyvidék Önkormányzata és a Jókai Klub támogatásával önerőből megalakulóban van a Budapest Hegyvidék Bábszínház. Tervük 1-2 éven belül egy kisebb önálló társulat létrehozása. Várhatóan 2016 őszén rendezhetik meg a 3. Hegyvidéki Bábfesztivált. Az Egészségesen a Hegyvidéken Szabad Egyetem legutóbbi előadásán Balázs Attila, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria vezetője tartott előadást a hegyvidék egészségügyi történetének elmúlt 200 évéről. Kiválasztottam 4 olyan egészségügyi intézményt, ami speciálisan jellemző a kerületünkre, és ezeknek a történetén keresztül igyekeztem bemutatni azt, hogy milyen is volt a hegyvidék egészségügyének története a 19. századtól egészen a II. Világháború végéig. Az előadáson a Szent János Kórház, a Schwab-hegyi Szanatórium, a Vízgyógyintézet és a Sportkórház történetéről esett szó. A János Kórház pavilon elrendezésű épületei például modern és innovatív megoldásnak minősültek a maga korában. Olyan érdekességeket igyekeztem összeállítani, mint például, hogy egy ilyen vízgyógyintézetben hogyan is zajlott az élet. Tehát milyen kúrákat alkalmaztak, hogy úgynevezett szénsavas birizgálókra volt igénye a nagy közönségnek ahhoz, hogy ténylegesen elmenjen egy ilyen vízgyógyintézetben. Az Egészséges Hegyvidék program részét képező Szabad Egyetem ezzel az előadással zárta az idei évet. A rendezvény sorozata megelőzést célozta meg. Az előadások témáit a korábbi szabad egyetemeken résztvevők javaslatai alapján állították össze a szervezők.